Meggondolta magát, a Decathlon mégsem forgalmaz futáshoz használatos hidzsabot. A francia sportszeráruháza jelentős közfelháborodás miatt még fenyegetéseket is kapott, táncolt vissza a sportos muszlim fejkendő gyártásától és piaci forgalmazásától. Francia politikusok, még Macron elnök pártja szerint is a futóhidzsab szembe megy az ország szekuláris értékeivel, többen a cég bojkottjára szólítottak fel. A Nemzetközi Női Jogvédő Liga elnöke azt mondja, a Decathlon eredeti ötlete egy olyan ruhadarab népszerűsítése, ami eltakarja, mozgásában korlátozza a női testet. Nem pedig az atlétika lényegét, a test felszabadítását célozza. Engem megdöbbentett, teszi hozzá. A Nike egyébként 2017 óta népszerűsíti a sport hidzsábját Franciaországban. A Decathlon szóvivője azt mondta, a hidzsábbal a világon minden nőnek elérhetővé akarták tenni a sportolást. A fejkendőt 49 országban kezdték volna forgalmazni márciustól. Ez az asszony úgy véli, a nők dönthetnek így vagy úgy, de így lesznek, akik nem fognak sportolni. Vannak, akik sportolás közben is próbálják kiemelni sajátosságaikat, osztja meg véleményét ez a Decathlon vásárló. Ez szerintem egy tisztán kereskedelmi jellegű kérdés, a Decathlon fő profilja a termékértékesítés. Nekem ezzel nincs gondom, miért ne? Hallottunk egy harmadik nézőpontot. A francia kormány 2016 nyarán megvédte több tengerparti város önkormányzatának döntését, amiért azok betiltották a strandokon az egész testet fedő fürdőruha, a burkini viselését. A polgármesterek azzal érveltek ezzel ellen, hogy az szembe megy az ország szekuláris értékeivel.